Mivel november 1-je rohamosan közeledik, gondoltam érdemes néhány percet szánni arra, hogy megértsük, honnan is ered a Mindenszentek, illetve Halottak napja idézőjes ünnepünk. Úgyhogy ezt a videót ennek fogjuk szentelni. Ha már itt tartunk, nézzük meg a Halloween-t, hiszen az is tulajdonképpen ugyanez a pogány hagyomány. Halloween egy ősi kelta hagyományokból kialakult ünnep október 31 éjszakáján, amit elsősorban az angol száz országokban tartanak, bár mára az egész világon elterjedt a divatja. Jelenések 18 így ír, és ezek után látik más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől. Ez az Amerikai Egyesült Államok. Vagyis hát az angol száz gyarmatbirodalom. És kiállta erejéből nagy szóval mondván leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, a földnek kamárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. Mire figyelmeztet? Hallék más szózatot a Samaimból, mennyből, mely ezt mondja vala. Fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesei az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból. Ennek ellenére mi történik? Az, hogy már az egész világ követi a nagy parázna szokásait, és elterjeszti az egész világon ezeket a pogány tradíciókat. Magyarországon is így történt, és az egyébként szomorúságra okot adó ünnep, a Mindenszentek Halottak napját megelőző nap bulizós, játékos hangulatú szokássá vált. Nagyszerű. De egyébként ez ennél csak jobb lesz. Az angol száz ünnep őse a pogány, kelta, boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepe a Samaim volt október 31-én, amely egy kelt a halál isten, a druidák istene Crom Croagh kultuszában gyökerezik. Május 1-i Beltán ünnep, a munka ünnepe, az október 31-i Samaim ünnep ellenpontjaként az esztendő napos felének eljövetelét jelentette, amin emberáldozatokat is bemutattak a druidák. Vajon mikor esik le az embereknek az, hogy mi is az az életforma és azok a tradíciók, melyeket követnek teljesen tudatlanul? Mikor egyértelmű, hogy minden egyes ünnepnapunk valamilyen pogány hagyományhoz kapcsolódik. És teljesen mindegy, hogy hányszor mondja az ember, a legtöbben még mindig nem hajlandók elfogadni ezt a tényt. A Halloween ünnepben idővel összemosódott, azaz a Halloween magába foglalja a római Pomona, a gyümölcsfág és kertek istennőjének ünnepét, a Parentáliát, a holtak tiszteletének szánt napot, a Lemurália ünnepét, ami a római vallásban olyan ünnep volt, mely során az ókori rómaiak ördög űzési rítusokat hajtottak végre, hogy kiűzzék a halottak rosszakaratú és félelmetes szellemeit a házaikból. Valamint a pogány kelt a Samaim ünnep, ami október 31-én tartottak, és amit ők az óév utolsó napjának is tekintettek. Boom! Szóval ez az összes egy napba sűrűsödik, ami október 31, amit követ utána a pogány halottak napja, és a, vagyis minden szentek és a halottak napja, amiben mindenki olyan nagy lelkesen részt vesz, hogy több millió ember indul meg a temetőkbe ezeken a napokon, gyakorlatilag, hogy folytassa a több ezer éves kelta, római, görög és egyéb pogány hagyományokat. A druidák hite szerint a szellemek azok közül is inkább a gonoszak, ilyenkor látogattak fel az élő emberekhez az alvilágból. Mi közöm van nekem ehhez az egészhez, hogy én ekkor egyáltalán megemlékezzek bármiről, és mikor akármelyik napon ki lehet látogatni a temetőbe, ha valaki menni akar. Miért követné bárki is a tömeget, mikor a tömeg mindig félreértelmezi a dolgokat, és soha nem a jó úton jár. Október 31-ét követő napon szinte az angol száz országokkal egy időben ünnepel a katolikus kereszténység is, ahogy láthattuk, az összes keresztény együtt ünnepel, sőt az egész világ együtt ünnepel már. A kereszténység elterjedésével az őskeresztény szokásokat a pogány ünnepekhez igazították az ősi szokások betiltása helyett. Kapaszkodjon meg mindenki,
így az egykori kelta halott kultuszhoz kapcsolódó téli napforduló időpontjában megtartott pogány ünnep a keresztény minden szentek ünnepévé vált. Azt javaslom, mindenki olvassa el még egyszer, majd lassan. Az egyházi liturgiában ezt olvashattuk, IV. Bonifác pápának köszönhetően került, amikor elfoglalta a pogány istenek tiszteletére épült római panteont. A pápa átalakította az Agrippa tervei alapján emelt hatalmas templomot, és 609. május 13-án felszentelte. A Pantheon eredetileg, amit a római, a katolikusok elfoglaltak, a bosszú álló Jupiternek, Vénusznak és Marsnak volt szentelve, ezt ők csak egyszerűen átnevezték Szűz Mária szentélyének, és a vértanúknak ajánlották, és onnantól kezdve folytatták tovább ugyanazt a pogány tradíciót, amit ma katolikus egyházként, illetve keresztény vallásként ismerünk. Megdöbbentő, úgyhogy hagyj olvassam tovább. Krónikák szerint több mint 28 kocsi hordta a keresztény vértanúk csontjait a római katakombákból a templom fő oltárába. Szóval ők behordták a holttesteket az oltárba bele. Jézikájel Ezékiel 43.7.9 így szól, és mondál nékem, embernek fia, ezt az én királyi székemnek helyét, és lábaim talpainak helyét, ahol lakom Izrael fiai között örökké, ez már ugye a királyság. És itt az én Kodes szent nevemet többé meg ne fertésztesse Izrael háza, ők és királyaik paráznaságukkal, és királyaik holttesteivel, magaslataikkal, mikor küszöbüket az én küszöböm mellé, ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé tették, és csak a falvalak köztem és közöttek, és megfertésztetik az én Kodes nevemet utálatosságaikkal, melyeket cselekedtek, azokáért elveszném őket haragomban. Mik voltak ezek? Most már eltávoztatják paráznoságukat, királyaik holttesteit tőlem, és köztök lakozom mindörökké. Ezek gyakorlatilag behordtak oda 28 kocsi holttestet. A szent erekék ekkor kerültek először olyan helyre, mely azelőtt pogány istenek tiszteletére épült. A szent ereke olyan helyre került, ami pogány istenek tiszteletére épült. Így vált a minden pogány isten temploma keresztény minden szentek templomává. Mindez ugye május 13-án, illetve az azt követő időszakban ekkor alakult ki ez az egész. Harmadik Gergely pápa gondolt egyet a 800-as években, és ezt a pogány emléknapot november 1-re helyezte át. Ez az, amit ma az emberek minden szentek napjaként ünnepelnek. Halloween minden szentek halottak napja. A protestáns keresztények azonban a reformáció napját ünneplik, ami véletlenül október 31, ami mellesleg megegyezik ugye ezzel a pogány kelt a hagyományjal, ami egybeolvasztja az összes pogány tradíciót, amit el lehet képzelni a halottakkal kapcsolatban nagy hirtelen. Hogy említsek meg még néhány dolgot a Halloween-nal kapcsolatban, ugye ez gyakorlatilag ez az egész ünnep sorozatra érvényes, hiszen nem véletlenül követik egymást ilyen sorrendben. A Halloween eredete a római időkre nyúlik vissza, amikor a rómaiak elfoglalták a brit sziget jelentős részét, és a kelta kultúra ünnepeinek elemei kezdtek a római ünnepek hagyományaival összemosódni. Gyakorlatilag az összes pogány tradíció folyamatosan gyúródik egybe, és a történelem folyamán halad tovább és tovább. Sajnálatos, de a kereszténység ezeket ápolja óriási lelkesedéssel. Az egy dolog, hogy a világ ezeket, de hogy a keresztények maguk is, az tragikus. A pogány kelta hagyományok közt szerepelt az őszi ünnep a Shamaim. Shamaim mellesleg az eget jelenti a héberben, amit a kelta napisten tiszteletére rendeztek. Ekkor a kelták megünnepelték az új évet, október 31, ugye az írás szerinti új év az a tavaszi napi egyenlőség alkalmával kezdődik, ami március 20-a körül van. Ez gyakorlatilag pont a másik oldala az évnek. Megköszönték a napistennek, hogy a földet és a termést gazdaggá tette. Úgy hitték, hogy ezen az éjszakán az elmúlt évben meghaltak lelkei összezavarhatják az élők életét, mivel a lelkek ezen az éjjelen vándorolnak a holtak birodalmába. Az emberek a szellemeknek ételt és állatot áldoztak, megkönnyítsék a vándorlásukat. Erről már volt szó korábban. Tulajdonképpen a Halloween, minden szentek halottak napja, ez az egész ünnep sorozat visszanyúlik egészen ebbe az időszakba, de valószínűleg sokkal korábbi
tradíciók is élnek. Tragikus dolgokat lehet olvasni egyébként a kereszténység elterjedésével később Halloweennek nevezett pogány kelta ünnep napjának éjszakája jelentette a sötétség kezdetét. A kelták úgy hitték, hogy a napisten Cromcrac ekkor a halál és a sötétség istenének fogságába kerül. Október 31-én az új év előestén Shamaim összehívta a halottakat, akik különböző formákban jelentek meg, rossz lelkek, gonosz állatok figuráit öltötték magukra. A kelta papok egy hegytetőn a szent tölgy alatt gyülekeztek. Tüzet gyújtottak és termékeny állat áldozatokat mutattak be, majd a tűz körül táncoltak. Reggel minden családnak adtak ebből a parázsból, hogy új tüzeket gyújthassanak vele, melyek elűzik a gonosz szellemeket, melegen tartják az otthonokat. Ez gyakorlatilag egy nevetséges pogány tradíció. Bár időpontjában eltért, több hasonló római ünnep is elvegyült a kelta halál kultusz ünnepével, úgyhogy mai állapotában ez az autentikusnak ismert pogány ünnep mediterrán elemeket is tartalmaz. Ahogy mondtam korábban, ez egy nem egy nap, ez egy ünnep sorozat, mely a római Feralia a tavasz egyik legnagyobb ünnep sorozata, a holtak emléknapja, innen a holtakról való emlékezés rituáléja, melyet az akkori naptár szerint február 13-21 között tartottak. Ezt követte a Karisztia, ami egy vidám ünnep volt. Egy másik hasonló ünnep a Pomona nap, mely ugye a gyümölcstermésért felelős isteni szellemnek, a gyümölcsfák kertek istennőjének, Numennek az ünnepnapja, mely november 1-ére esett, így később ezt az egészet összevonták egy nagy ünnepsorozatba, melyeket ma mindenki lelkesen ünnepel, mint minden szentek halottak napja, illetve az azt megelőző Halloween. És az, hogy hogyan élnek a pogány tradíciók különböző szokásokban, nagyszerű példa erre, az, hogy Amerikában ugye azt mondják, mikor bekopogtatnak, hogy trick or treat, ami azt jelenti, hogy csokit vagy csalunk nagyjából, vagy adsz vagy kapsz. Magyarországon betlehemezéskor, illetve Gergely járáskor azt mondják, hogy ha nem adnak szalonnát, kifúrom a gerendát. Így ugyanaz a tradíció gyakorlatilag különböző népeknél más-más formában tovább él, azonban visszanyúlik az ősi pogány kezdetekhez. És ha már a pogányoknál tartunk, Anton Sándor LaVey, a modern sátánizmus, ez ugye a Church of Satan, vagy a sátán egyháza alapítója, a sátánimádat legnagyobb ünnepének tekintette a Halloween éjszakát, azaz tulajdonképpen a minden szentek ünnepét megelőző estét. A sátán egyháza a legnagyobb ünnepnek tekinti. A különböző jelenkori új pogány vallásokban az egyik legfontosabb ünnepnapként tartják számon a Halloween-t. A neopogány vallások, a kereszténység előtti vallásokat próbálják újra éleszteni. Sajnos az a szomorú tény, hogy a kereszténység egyfajta hibrid, ezeknek a hibridje, ezeknek a pogány vallásoknak ötvözi szinte az összes tradíciót, amint azt látjuk. Aki nem hisz a Wikipédiának, az annak itt van a History Channel, history.com tulajdonképpen a Halloween-nal kapcsolatban azt írja, hogy Halloween az tulajdonképpen az élet és a halál ünnepe, hiszen ez az a vonal, amikor az ősz és a tél találkozik, és ez egy pogány ünnep, természetesen ezt is kihangsúlyozzák. A kelta Shamaim fesztivál, illetve ünnepsorozattal hozható összefüggésbe, és a jól ismert történetet írja le Gergely pápáról, illetve az ünnep kialakulásáról. Azt is megtudhatjuk, hogy egy több mint 2000 éves kelta hagyományról van szó. November 1-e volt az emberi halál ünnepe, és az új év kezdete, az ezt megelőző éjszaka, október 31 a mai Halloween volt ugye Shamaim ünnepe, amikor a határvonal az élet és a halál közt elhalványodott, és a halottak visszatérhettek különböző formákban. Ezt akarták megakadályozni az ő saját pogány rituáléjukkal. Hogy mennyire fertőzi meg ez az egész világot, különösen Amerikát, az édesség eladás egy negyede Halloween napján történik az Amerikai Egyesült Államokban. Megemlíti ugye a növény és állat áldozatokat, a hatalmas tábortüzeket, illetve
azt is, hogy különböző állatfejeket és állatbőrt viseltek ezek az emberek, és szerencsét kívántak egymásnak. Amikor a rómaiak meghódították a keltákat, akkor két római fesztivál, illetve ünnepnap egyesült a kelta Samaim hagyománnyal, ez ugye az egyik a Feralia, a másik pedig, amiről olvastunk korábban, ez a Pomona ünnepek voltak, és ezek olvadtak egybe, amit ma ünnepelnek az emberek úgy, mint Mindenszentek, illetve Halottak napja. Ugyanúgy leírja a történetet a Pantheon átvételéről, mikor a katolikusok a keresztény mártírok tiszteletére átvették ezt az épületet, és május 13-át ünnepnappá nyilvánították ezek után a mártírok emlékezetére, ezek után ezt később áttették november 1-ére, amit ma az egész világ ünnepel. Egy érdekesség az, hogy széles körben elterjedt az a vélekedés, mi szerint az egyház egyszerűen megpróbálja ezt a régi kelta ünnepet és ezt a pogány tradíciót, ami a halottakkal, illetve a halállal kapcsolatos, egyszerűen csak az egyház által, illetve a kereszténység által elfogadható ünnepnappá átalakítani és nyilvánítani. Minden lélek napja az szintén egy kelta ünnep volt, melyet hasonlóan ünnepeltek a Samaimhoz, és a Minden Szentek napja, amely All Hallows, vagy All Hallowmas néven volt ismeretes számukra, illetve az ezt megelőző éjszaka, ami a Samaim éjszakája volt tulajdonképpen a kelta vallásban, All Hallows Eve néven vált ismeretessé, mely később Halloween-né alakult. Az All Hallows Eve-ből lett Halloween. A Halloween ünnepe az erősen korlátozott volt New England kolóniáiban, mivel a protestánsok akkor tiltakoztak ez ellen. Ők értették azt, hogy mi az, ami ezek mögött, az ünnepek mögött áll, ezért tiltakoztak ez ellen. Aki még mindig nincs meggyőződve erről, annak cbn.com, mik a pogány gyökerei a Halloween ünnepnek címmel a tájékoztatást egy újságcikkben, amit nem fogunk megnézni, hiszen ugyanazt fogja megismételni, mint a többi, csak azt szeretném, hogyha mindenki látná, hogy ez nem csak a Wikipédia, vagy az én kitalációm, ez tulajdonképpen széles körben ismeretes, hogy Halloween, Minden Szentek, illetve Halottak napja az egy ősi pogány tradíció, melyben az egész világ részt vesz jelenleg. Az albany.edu weboldal arról ír, hogy a római katolikus egyház, amikor bizonyos területeket elfoglalt, és a helyieket beolvasztotta a saját tradícióiba, akkor gyakran engedélyezte azoknak az embereknek, hogy a saját vallási tradícióikat magukkal hozzák, valamilyen módosított formában beolvasztotta azt a saját tradíciói közé. Ez az, amit ma kereszténységnek hívunk, amely az írásokon alapszik, úgy, mint Biblián alapszik, használja neveket és eseményeket, azonban egy teljesen más hagyományrendszert alakított ki, és egy másfajta szabályrendszer szerint éli az életét. Ezért is hívható tulajdonképpen a kereszténység egy pogány tradíciónak. Szerintem ez pontosan az, amiről Jesiáhu vagy Ézsaiás írt a 29. fejezetben, ezek a pogány tradíciók, és az, ami ma történik a világban, de tulajdonképpen hosszú-hosszú évszázadok óta történik a kereszténységen belül, mert rátok önti Jahua a mély álomlak lelkét, és bezárta szemeiteket, a prófétákat és fejeiteket, a nézőket befedezte, és lesz mint e látás néktek, mint egy bepecsételtetett írás beszédei, melyet odaadnak egy írástudónak, mondván, olvast kérlek, és ő szól, nem tudom, mert bepecsételtetett, és ha a levelet annak adják, aki nem tud írást, mondván, olvasd el kérlek, ő így szól, nem tudok írást, senki nem tudja már azt, hogy mi mit jelent ebben a könyvben. Azért, mert hagyták, hogy a világ vezesse az ő lépteiket, és a világ határozza meg, hogy ők mit hisznek, és mi az, amit csinálnak.
És így szól Jahua erre, mivel enép szája közelget, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgy, hogy irántam való félelmük, betanított emberi parancsolat lőn. Mi más lenne ezek a pogány tradíciók, hogyha nem emberi parancsolat? Ezért én is csodásan cselekszem ismétlen éppen, nagyon csodálatosan, és bölcseinek bölcsessége elvész, értelmeseinek értelme eltűnik. A cél, mint mindig most is az, hogy elegendő információ álljon rendelkezésére mindenkinek ahhoz, hogy meghozza azt a döntést, hogy melyik úton szeretne elindulni. Hallgat-e arra, amit leírt az atya, amit lediktált az embereken keresztül, amit a fián keresztül eljuttatott hozzánk, vagy követi a világ útját? Senkit nem szerettem volna és szeretnék bántani, azonban mindenkinek meg kell értenie azt, hogy az az időszak, amikor csak botorkált a világban, és az atya erre csak egyszerűen behúnyta a szemét, az lassan véget fog érni. És mindenkinek meg kell hozni a döntést, hogy valójában melyik úton indul el, és ki az, akire hallgat, és mi az, ami jobban érdekli, az, amit a teremtőnk, Jahua akar, vagy pedig az, ami kényelmes a világban, és ami összeegyeztethető a jelenlegi kultúrával, ha lehet ezt így fogalmazni, így hívni, és a jelenlegi életvitelünkkel. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!